Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Ünnepi beszélgetéseinket folytatjuk, vendégen Farkas László, a hetes választókörzet Palotaváros képviselője. Nos, képviselő úr, egy bizonyos fajta évértékelésbe fogunk bele, de előtte azért néhány szóval említsük meg, hogy 1990 óta képviselője Palotavárosnak. Azt hiszem, hogy ez egyedülálló, hiszen a legrégebbi képviselőnk Székesfehérvár önkormányzatában. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden történt ez idő alatt, hiszen így még a beszélgetés előtt szót váltottunk arról, hogy milyen idők jártak a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Nos, ön 1985 óta él a Palotavárosban, tehát 33 esztendeje. Egy emberöltönyi távolság nagyon sokat fejlődött önnek, önöknek köszönhetően. Most viszont beszéljünk az idei esztendőről. Ugye ön a Pénzügyi Költségvetési Bizottság elnöke, illetve a Gazdasági Szakbizottságnak is tagja. Egy kicsit essék szó először Székesfehérvár helyzetéről. Nagyon sok terv volt az esztendő végén, a 2010-es esztendő végén, amikor meghatározták a költségvetést, a fejlődés irányait. Mi mindent sikerült ebből megvalósítaniuk, ami alapvetésnek tekinthető? Jó estét kívánok! Én is üdvözlöm a nézőket. Köszönöm a televízió meghívását. Szívesen eljövök tájékoztatni a város lakóit, Palotváros lakóit ezekről a kérdésekről. Valóban nagyon régen volt, amikor kezdtem, így minden fűszálat ismerek a Palotavárosban, de szép idő volt, szép volt, és remélem még nem is lesz vége a következő időszakban sem. Valóban az ember egy év végén elgondolkodik azon, hogy mikor számadatot készít, hogy mit is tudott megvalósítani abból, amit az év elején eltervezett, vagy korábban eltervezett, hogyan is alakultak a számok. És általában az önkormányzat mindig februárban fogadja el a költségvetését, és a költségvetésben határozzuk meg azokat az irányvonalakat, azokat a fejlesztési terveket minden évre. Jó lett, ezek nem arra az évre szólnak csak, ez éveket átölelő, több évre szóló fejlesztések, de mindig a költségvetés az, ami meghatározza, és ebből lehet kiindulni, hogy valóban mit is sikerült a költségvetésben meghatározottakból elfogadni. Szeretném elmondani, hogy évek óta, most már jó pár éve Székesfehérvár egy rendkívül jó pénzügyi helyzetben, hála Istennek pénzügyben lévő város. Ez köszönhető a város gazdaságának, köszönhető a jó kormányzati hátszélnek, köszönhető az Európa Uniós támogatásoknak, amely lehetővé teszi a városban, hogy kiemelten magas szintű és nagy összegű fejlesztéseket tudjunk végrehajtani. Hát a jelenlegi 18-as költségvetésünk is ugye 70 milliárdos bevételi oldal, 70 milliárdos kiadási oldallal rendelkezik, és a fejlesztésekre több mint 38 milliárd, kimondani nagyon nehéz, szinte felfoghatatlan, 38 milliárd az az összeg, amelyek fejlesztésekre tudunk fordítani. Mint említettem, ez nem ebben az évben fog megvalósulni, ez átnyúlik évekre, ugye tervezések, előkészületek, egyéb ilyen dolgok szerepelnek. Mi teszi lehetővé ezt a rendkívül nagyszerű beruházást? A város gazdasági ereje. Székesfehérvár Győrrel vetekszik mindig, hogy ki az erősebb város. Nyilván van egy főváros, de a vidéki városok közül Győr és Székesfehérvár az a két város, amely a legtöbbet tudja ilyen szempontból fejlesztések területén, és a lakóknak is a legtöbbet tudja adni. Úgy érzem, Székesfehérvár azért valamivel jobb helyzetben van, több lábon áll. Ugye a Győr az Audira támaszkodik, Székesfehérvár több lábon áll, itt nagyon sok ipar megtelepedett, és ez az ipar, amely rekordösszegű iparüzési adót biztosít a városnak, ugye az a legnagyobb bevétel a városnak, ez több mint 16 milliárd volt 2017-ben. 16 milliárd is a tervezet, az idei évre a tervezet. Emellett még ugye 1,8 milliárd az építményadó, és bevezettük tavaly óta a reklámadót, amely mindegy 75 millió forint, de ezt célzottan rögtön a környezetvédelemre, fásításra, parkok fenntartására fordítjuk vissza, tehát ennek is megvan a helye. Valóban három olyan nagy program folyik a városban, illetve három részre tagolható az a fejlesztés, amely a városban folyik. Az egyik ilyen a Modern Városok program keretében. Ugye korábbi években kötötte a város az együttműködést a kormánnyal, és a Modern Városok program keretében nagyon sok kormányzati pénz kerül Székesfehérvárra.
Megemlítek párat csak azért, hogy tudják a nézők, hogy miről beszélek. Az egyiken a Modern Városok program keretében a középiskolai kampusz a létrehozása. Ez 19-ben történik ennek az indítása. Ugye több éve beszélünk már a kampuszról, ez egy 8 milliárdos beruházás. Többek között az új, a Vasvári Pál gimnázium, is ide fog kerülni, a régi lebontásra kerül, mert ugye az új autóbusz pályaudvar igényli a területet. Ilyen még a Modern Városok program keretében a multifunkciális csarnoknak, amelynek a tervezésére, kivitelezésére, meg közbeszerzést is kiírtunk. Ez Székesfehérváron egy 6000 fős stadion, jégstadion lenne, de 10000 főig bővíthető a nézőszám. Itt egy kicsi annyi dolog van, hogy még egy kormánydöntés kell arról, ugyanis a kivitelezés valamivel többe került, mint amennyit mi terveztünk, így kormánydöntés kell arról, hogy a kormány valóban támogatja ennek a megépítését, de olyan információkról tudok, hogy támogatni fogja a kormány. Igen, 26 milliárdra nőtt. Így van, 26 milliárdra emelkedett. A tartalék kerettel együtt 38 milliárd, ugye 8%-os tartalék keret mindig kötelező egy ilyen nagyon nagy fejlesztésben. De az információm az, hogy a kormány támogatni fogja ennek a csarnok megépítését is. Ne csak csarnokról beszéljünk, a Feketesasszony szállónak. Ugye nagyon régóta a fehérváriak tudják, az Enyészeti, a gyönyörű épület. Ennek a szintén a Modern Városok program keretében a megújítása, a tervezési szint elkezdődött, tehát rövidesen abba a szakaszba jutunk, amikor elindulhatnak a munkálatok. A másik nagyon fontos, két nagyon fontos Modern Város program van még, az egyik ugye a belváros élhetőségét javító Zicsi Liget projekt. Ugye mindenki hallott már róla, ennek a lényege az, hogy a főutca meghosszabbításával, a forgalom a föld alá terelésével egy egységes teret hozna létre Zicsi Liget és a főutca végén. Egy egységes közösségi teret szeretnénk létrehozni. Itt is nagyon komoly közlekedési tervezéseket kell folytatni, hogy ez nagyon nagy projekt, ezt meg tudjuk valósítani. Ennek a projektnek a keretében remélhetőleg most már egy parkolóház is épül, ennek a tervezése megkezdődött, egy parkolóháznak a tervezése. A Palotai út 13 helyén, mindenki tudja, a pláza mögötti, most egy ideglenes murvás parkoló terül el, itt egy parkolóház tervezése megkezdődött. Ezek azok a Modern Város program keretében, és az Árpádház program, majdnem elfelejtettem, ez nagyon fontos, ugye 14-ben döntött a kormány, hogy elindítja, támogatja az Árpádház programot, 2013-2038-as évet ölel fel, amely a kőtár, a látogatóközpont, a Várkörút 32 számolat, a Köztársaság mozi helyén lenne ez a látogatóközpont. A nemzeti emlékhelynek a teljes fejlesztése, a sétaútnak a programja és az útvonalának a megtervezése. Tehát ez is egy nagyszabású olyan program, amely remélhetőleg most már a nemzeti emlékhely fejlesztését és befejezést valóban egy nagyon nagy látványosság lesz a tehát városban. Ezek a kiemelt tervek. Ezek a kiemelt rendkívül tervek. Fontos. Ugyanakkor nagyon is jól tudjuk, hogy ahhoz, hogy a gazdaság fejlődhessen, kiművelt emberfőre van szükség, és azt gondolom, hogy Székesfehérvár most már egyetemi főiskolai város is, illetve egyetemi város, és ebben nagy szerepe van a képviselőtestületnek, hiszen remek kapcsolattal bírnak az Óbudai Egyetem, a Corvinus és így tovább. Valóban így van. Ugye tudjuk azt, hogy 2013-ban elkülönült, rengeteg állami feladat és önkormányzati feladat szétvált, így többek között az oktatás is elkerült a várostól, most állami fenntartásban, működtetésben vannak az általános iskolák és a középiskolák is. Ettől függetlenül, ahogy ön is említette, nagyon nagy figyelmet fordít a város az oktatásra, éppen a felső oktatás az a szint. Jó lehet, mi azzal tudunk besegíteni, hogy az infrastruktúrát nagyon komoly összegekkel támogatjuk, tehát az épület, ennek a létrehozása, a különböző szennyvíz, vízvezeték, tehát az infrastruktúrnak kialakítását a város végzi, és nagyon sok közös programot is szervez ezekkel a felsőoktatási intézményekkel. A duálképzés egy nagyon fontos olyan program, amely közösen a vállalkozással, iskolával a város segíti. Tehát valóban mi is érezzük azt, hogy ez a gazdasághoz nagyon komoly szellemi tudás is kell, és ne felejtjük el, hogy a robottechnika az, ami a jövőnek az egyik nagy kihívása, és ezt is a város nagyon komolyan támogatja. A digitális oktatás, a robottechnika, ez, ami a várost a következő években meg fogja határozni a gazdaságában, és ez bizony fel kell készülni, és a város ezért mindent megtesz.
a stadionunk felépült a természetvédelmi területtel együtt. További fejlesztések várhatók, ugye ön beszélt a multifunkcionális csarnokról is, viszont nagyon fontos a Palotaváros jövője. Arról is szó esett köztünk, hogy Palotaváros egy kietlen betonrengeteg volt. Már nem az. Ehhez viszont kellenek a belső szervizutak, kell a zöld terület mindenek felett, legalábbis a megőrzése, és bár dinamikusan fejlődik, tehát látjuk, hogy új építkezések vannak, meg kell találni a megfelelő arányt. Ön, mint a Palotaváros legjobb ismerője, miként látja ezt? Hiszen azért ne feledjük, a három gyermeke is ott nőtt fel, és azért ők is rálátással bírnak, hogy mi minden változott. Valóban így van. 40 éves voltam, amikor elkezdtem a képviselőséget. Mikor oda kerültem Palotavárosba 85-ben, a Borieni iskola épülete még nem épült meg. Tehát több olyan intézmény nem volt meg. Padlókon jártunk, mert nem voltak az utak kiépítve. Tehát valóban ilyen vad körülmények voltak. Fa az nagyon kevés volt, sittel volt beterítve minden. Tehát eltelt azóta 28 év, és valóban egy élhető városrész lett. Én azt mondom, a legszebb. Legszebb városrész lett. Örülök, hogy egy nagyon kicsit tehettem ezért, és az életemből ezt a 28 évet erre rá tudtam szánni, és az ott élőkkel közösen valóban nagyon szép városrészt osztunk létre. Bízom benne, hogy élvezem még továbbra is a bizalmukat, és még folytatjuk ennek a városrésznek a szépítését. Valóban nagyon nehéz megtalálni az összhangot, főleg most, amikor már ennyire megnőtt a gépkocsik száma, ugye a közlekedés szempontjából a parkolók, a zöld felület, ezt összhangba hozni, hogy valóban parkolókat ne a zöld felület rovására építsük meg. Elmondhatom, hogy minden talpalatnyi helyet most már kihasználtunk a parkolóknak Palotavárosban. Éppen 3 évvel ezelőtt indult egy olyan projekt, ami most fejeződött be 18-ban. Ez egy új parkoló felújítási, építési, járda felújítási, zöld felület közösségi térfejlesztési program. Éppen ennek a keretében 3 gyönyörű parkolót, vadonatúj parkolót építettünk egyik Ajancsár utcában, mely mögötti rész fásítása éppen ezekben a percekben folyik, sőt befejeződött. Ott egy ligetes, szép kis erdős részt ígértünk, de ez sikerült, oda még egy játszótér fog kerülni, ezt is ígértük, de egyelőre az építkezés, amit ön is említette, van egy építkezés ott, amin befejeződik, a játszótér 19-ben meg fog épülni. Tehát elindult egy olyan program, amely valóban az élet, ott élők életminőségét javítja, és 2017-ben fogadta el a város, hogy évente legalább 1000 fát ültet, és hál' Istennek éppen mikor jöttem a stúdióba, még most is, hogy ez december 7-e, mikor az a felvétel készül, a fákat ültetik Palotavárosban, nagyon sok új fát ültetnek el, jelen pillanatban is, de szükség is van rá, a lakók ezt kérik. És nagyon szép a parkjai a Palotavárosnak, 2 gyönyörű parkunk van, az egyik a János Vitéz Park, másik a Petőfi Park. Örülök neki, hogy ilyen parkká sikerült ezt fejleszteni. Én azt mondtam annak idején, amikor emlékszem, polgármester úrral beszélgettünk erről, és ő említette nekem, hogy jó pár évvel ezelőtt csinálunk egy szép parkot a Sütő utca előtt, és hál' Istennek ez megvalósult, közösen a polgármester úr támogatásával. Egy gyönyörű parkot sikerült szökőkuttal. Elmutatom városrészemben, itt most már 2 szökőkút van, ez nagyon fontos szintén a városrész feelingjének az emeléséhez. És én akkor azt mondtam, hogy a János Vitéz Park, ne egy egyszerű parkot építsünk, hogy elültetjük a fákat, meg elvetjük a füveket, hanem a fümagot, hanem amire az emberek fölkapják a fejüket. Igen. És ezért kerültek oda a gyönyörű virágágyások, a szökőkút, és az egyéb sétányok, tehát nagyon szép lett. Éppen a fiamnak mondom, hogy pont oda néz az ablaka a János Vitéz Parknak, mondom, a legszebb része. Igen, és most már nőnek a fák, hál' Istennek, és rögtön azonnal pótoljuk, amely kiszárad, ott is nagy fapotlás volt jelen pillanatban, tehát mindenre nagyon komoly figyelmet fordítottunk az elmúlt időszakban, úgy a járda felújításra, a parkolóépítésre, közösségi tereknek a létrehozására, tehát tényleg azon voltam végig is, hogy élhető városrészt sikerüljön kialakítani, úgy érzem, sikerült. Emellett pedig ott vannak az általános iskolák, az óvodák, a kulturális intézmények. Azt hiszem, hogy jó úton jár Palotaváros, hiszen számtalanszor találkozunk a Borienő általános iskolában, ahol egy olyan pedagógus kar dolgozik, akik mindent megtesznek, tehát egyik oldalról
az élhető városért, tehát az életművelésért, különböző szakkörök, másrészt pedig a sportban is otthon vannak. Én azt hiszem, hogy ez így kerek ez a történet. És ráadásul mindig találkozunk ott, és ezt meg is jegyezzük, hogy tényleg jó úton járnak. Valóban így van, 4 oktatási intézmény, 2 óvoda, 2 általános iskola. Jól lehet, mint említettem, ugye szétvált az önkormányzat és az általános iskola oktatás. Ettől függetlenül napi kapcsolatom van mind a 4 intézménnyel. Nagyon jól ismerem a Bori Jenő iskola igazgatóját, Szigetúti iskola igazgatóját, a 2 óvodának a vezető hölgyét, az Erikát. Tehát nagyon napi kapcsolatom van, és nagyon sok gonddal, ettől függetlenül, hogy nem az önkormányzat a fenntartó, nagyon sok problémával, és ahol tudok, azért kisebb összegekkel, alapítvány támogatásával azért mindig segítem az iskolát, és valóban minden rendezvényen ott vagyok a Bori Jenő iskolába. Az adventi gyertyát, 4. gyertyát én fogom meggyújtani majd december 20-án, tehát a kapcsolat az nagyon soros. Szigetúti iskolával ugyanez a kapcsolat, tehát bármilyen kéréssel jönnek hozzánk, én próbálok segíteni. Egy örömhír, ugye most írtuk ki a közbeszerzést az ősszel 19-be 7 óvodának, Európa Uniós pénzből 7 óvodának az udvara teljesen megújul, és hál' Istennek a Szigetúti óvoda szerepel ebben a programban, ahol az egész belső udvar, aszfaltrész, új játszóeszközök kerülnek kihelyezésre. Tehát elindult egy olyan folyamat, hál' Istennek, ugye több ilyen program szerepel nekünk a költségvetésben is, de ez külön egy EU-s forrásból a 7 óvodának az udvar része megújításra kerül. 19 év végére szeretnénk befejezni, közbeszerzést kiírtuk, mint említettem, és mondom, örömteli, hogy benn van a Szigetúti óvoda. Másik fontos kulturális intézmény a Tolnaújti könyvtár, ugye a Vörös Marti könyvtár tag könyvtára, ahol szintén nagyon jó a kapcsolatom a vezető hölgyel, általában a Tehetem Akkor képviselő keretből programokat támogatok, úgyhogy közösen néha megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, milyen programokat, és arra elég szép számmal jönnek érdeklődők. Tehát egy élénk könyvtári kulturális élet is folyik a városrészben, hál' Istennek. Jól lehet, a városrészben külön kultúrház, művelődési ház nincs, de ettől függetlenül, ugye közelben vannak, de ettől függetlenül minden alkalmat megragadunk arra, hogy megszólítsuk az ott élőket. Igen, hát remekül dolgoznak, magunk is tapasztaljuk, hiszen Paletta magazinunkban számtalanszor beszámolunk, mert a teret maximálisan kihasználja a könyvtár. Arról nem beszélve, hogy kultúrházra nincs is szükség, hiszen ön úgy tartja, és mi is természetesen, hogy a Palotaváros igenis a belváros része. Pontosan. Így van, 5 perc van a belváros, és bármelyik kulturális intézmény pár percen belül elérhető. Hát nyilvánvaló, az a városnak egy költség lenne, hogyha még oda is egy kultúrházat építenénk. Én pedig mindig azt mondom, hogy óvatosan az intézményekkel, mert nem megépíteni nehéz, hanem utána évek hosszú során fenntartani. Nem sokára jön a 2019-es esztendő, sűrű lesz mindenképpen. Én nem is arról kérdezem, hogy miért vár a választásokon, sokkal inkább arról, hogy ugye azt tartják egyébként nagyon sokan, hogy nem kell nagyokat álmodni, hanem azt a munkát, a megkezdett munkát kell mindig befejezni, és sorba venni a feladatokat. Mi vár önre, önökre 2019-ben? Valóban így van, én is nagyon nagy várakozással tekintek 19 elé, ugyanis folytatódik az a program, amit említettem 3 évvel, amit elkezdtünk, az a parkolóépítés, felújítás, útfelújítási program. Polgármesterről beszélgettünk éppen erről, és mindenképpen a decemberi közgyűlés fog dönteni arról, hogy ez a program folytatódik. Nagyon sok terveim vannak, nagyon sok mindent szeretnék még csinálni. Bízom benne, hogy lesz lehetőségem rá, egy fél mondattal azért kitérek erre is. Bízom, hogy támogatni fognak, és tudom folytatni ezt a programot, amit elkezdtünk. Városgondosság szakembereivel épp a múlt héten mértük fel azokat a járda szakaszokat, ez körülbelül közel 100 milliós nagyságrendű munka, azokat a járda szakaszokat, amelyeknek a felújítása folytatódni fog. Ugye elmondtam, hogy ez évben a Tolnai utcával, utcai felújításával, járda felújításával fejeztük be ezt a programot. Előtte meg volt a Sziget utca, a Jancsár utca, a parkolók építése. Ez most további járdák felújításával fog. A Selyem utca előtt teljesen szeretném megújítani a járda részt. A Sziget utca előtt szeretném a járdarészeket, a Sütő utca előtt is, Sütő 2-4 előtt például nagyon-nagyon csúnya az aszfalt, ennek a felújítását mindenképpen szeretném ebbe a programba bevenni.
Emellett parkolókról sokat beszéltünk, és mondtam, hogy minden talpalatnyi földet már kihasználtunk parkolónak. Szeretném elmondani, hogy két vadonatúj parkoló építési engedélyeivel rendelkezünk, egyik a Cserepesköz 2-4 mögött, a másik a Sziget utcai iskola mögötti területen, ahol csak forrás hiányzik, és 19 tavaszában ezt a két parkolót is meg tudjuk építeni. Emellett még a Jancsár utcában egy parkoló tervezése is elkezdődött, amely a következő években szeretnénk, hogyha bővülne. Kell a parkolóhely, mindig mondják, hogy parkoló, még mindig kevés. El kell menni este Palotavárosba, és bizony nagyon nehéz parkolófelületet találni. Megy a dilemma, hogy most hol. Most már lassan csak a zöld felület rovására lehet, de itt nagyon sokan ellen tiltakoznak. Én mindig azt mondom, hogy találjuk meg azt a közös nevezőt, hogy parkolóra szükség van, akkor valamennyi zöldet néha azért fel kell áldozni azért, hogy el tudjuk a sok gépkocsit helyezni. Tehát összefoglalva, nagyon sok tervem van a következő évre. Hál' Istennek a város gazdasága lehetővé teszi ezek a programok, a Sára Gyula program folytatódjon, és én bízom benne, hogy 19 tavaszán és a többi években is teljes járda valamennyi felületét meg tudjuk újítani, mert ráférne erre, és hát a zöld felületeket is mindenképpen pótolni kell. Tavaly döntött a közgyűlés minden évben 1000 fának az elültetéséről. Ez hál' Istennek a Palotavárosban elkezdődött. Most, hogy a stúdióban eljöttem, ma reggel is ültetik a fákat. Nagyon sok fel lett ültetve a Palotaváros belső terein, parkolók környékén. Tehát ez a program valóban nagyon sokat, több 10 millió forint, amit a város erre a programra is költ. Tehát erre is szükség van, mert ugye a város tüdeje, Palotaváros ezt megköveteli, hogy azért oxigén mindig legyen az ott élők számára. Képviselő úr, én ehhez kínálok önnek erőt, egészséget, nincs kétségem, felőle lesz dolga bőven, és hát boldog új esztendőt, és hát legyen úgy, ahogy eddig volt, hogy jó palotavárosinak lenni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm, és engedjék meg utoljára, én is a palotavárosiaknak jó magam, nem csak palotavárosiaknak, egész város lakóinak jó magam, és a közgyűlés nevében is áldásbékés ünnepeket, nagyon boldog új évet, nagyon sok erőt, egészséget ahhoz, hogy közösen ezeket, amit elmondtam, közösen meg tudjuk még valósítani a jövőben. Bízom benne, hogy ebben engem támogatni fognak. Köszönöm a jövőben szépen. Is. Kedves nézőink, ünnepi beszélgetéseinket látták. Farkas László, 7. választókerület Palotaváros képviselője volt a vendégünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!